A Mercantil Bank 26. fordulójában a szombathelyi haladás volt a Soroksár SC vendége. Ellenfelünk mindössze egy ponttal van lemaradva tőlünk, ők 33 pontosak, mi 34 pontosak, mögöttünk azonban nem csak a szombathelyi haladás, hanem a Kazincbarcika, a Honvéd és a Csákvár is 33 ponttal rendelkezik, így egy-egy győzelemnek, illetve vereségnek nagy jelentősége lehet a későbbiekben. Lipcsei Péter végre mindenkire számíthatott, Dobos Áronon kívül felgyógyultak a sérültjeink, mondhatjuk, hogy talán a legerősebb kezdőcsapattal tudtunk kiállni a Szombathely ellen. A mérkőzést Lovas László vezette, asszisztensei Punyi Gyula és Dobos Dávid voltak. Az első helyzet csapatunk előtt adódott a harmadik percben, Varga Zétény kapta meg a labdát, beívelésére berobbant Köböl Krisztián, azonban éppen csak hogy de elment a feje mellett a labda. Nagy lehetőség volt ez. Aztán a túloldalon is egy helyzet, a 8. percben Beronya Zorán lövésénél kellett Mergő Szabolcsnak védenie. 14. perc, Varga Zétény tette ki a labdát Kajánnak, a hosszún érkezett Korozmán Kevin azonban fejjel nem találta el a kaput. Ezután következett két szombathelyi lehetőség, Vági nem tudott felszabadítani, Nyírihez került a labda, aki egy kicsit kishódolodva lőtt, a lapos lövését azonban szögletre ütötte Mergő Szabolcs. 10 perccel később ismét Nyíri volt a főszereplő, egy kavarodás után ide-oda ment a labda, végül Nyíri tudott lőni, azonban lövése elment a kapufánk mellett. A második félidő 52. percében boldog születésnapot énekeltek Lipcsei Péternek, ugyanis a napokban ünnepelte 52. születésnapját vezető edzőnk, Isten éltesse innen is. 2 perccel később egy szabadrugás következhetett a kapunktól nem messze, ezt is Nyíri vállalta magára, Mergő Szabolcs kapu fölé tenyerelte a próbálkozást. 62. perc. Lovrencsics Balázs kapott remek labdát, azonban rosszul vette át azt, így oda lett a helyzet sajnos. 6 perccel később, a 68. percben pedig csúnyán eladta a labdát. A szombathelyi haladás Korozmán Kevin csapott le a labdára, 2 védővel szemben inkább paszt választott. Lovrencsics kitette a szélre Varga Zéténynek a labdát, akitől visszakapta az átadást, azonban a lába mellett elsuhant, talán egy picit bele is ért, de sajnos nem eléggé, hogy gól is lehessen. Aztán a túloldalon a 71. percben nagy lehetőség maradt ki a kapunknál. Egy lövés után Mergő védett, majd Kelemen ollózott mozdulattal. Kapura húzta a labdát, azonban éppen csak hogy de mellé ment a próbálkozás. 76. perc, csereként beállt Gálfi Norbert, és az ő nevéhez fűződik a következő helyzet, 2 védő is elszállt mellette, azonban a lövésébe az utolsó pillanatban bele tudta tenni a lábát az egyik szombathelyi védő. Aztán 2 perccel később végre megtört a jég, Hajdú kitette Gálfi Norbertnek a labdát, aki szépen megverte a védőjét, majd nagyon ügyesen, tökéletesen bepasszolta a labdát Lovrencsics Balázsnak a fejére, akinek így már nem volt nehéz dolga, egy tökéletes beadás után, egy tökéletes fejessel, itt lett az előny. Végre a 78. percben tehát Soroksár SC szombathelyi haladás 1-0. perc, csereként beállt Hajdú Roland is, és kényszerítőzött Lovrencsicssel. Megpróbálta kapura tenni a labdát, meglepve a védőket, azonban sajnos szögletre ment a labda. Ezután a szöglet után viszont lekontrázott minket nagyon gyorsan az ellenfél. 4 támadó is indult a kapunk elé, a beadás után pedig a nemrég csereként beállt Pintér Filip elé került a labda, aki sajnos el tudta lőni a labdát a védőink lábai gyűrűjében, és megszerezte az egyenlítő gólt a szombathelyi haladásnak. Több helyzet nem volt a mérkőzésen, így maradt el az 1-1-es végeredmény. A szombathelyi haladás 2 pontot el tudott csenni tőlünk. Soroksár SC szombathelyi haladás így 1-1. Upravo ovakav meč smo očekivali, vrlo težak, dve dobre ekipe koje žele da igraju. Pont ilyen mérkőzésre számított, egy nehéz mérkőzés, mind a kettő csapat, aki akar játszani. Mislim da je danas bila onako, kako bi rekao,
Mislim da smo i jedni i drugi zaslužili danas bod. Úgy gondolom, mind a két csapat ma megérdemelte a pontot. Sa jednom razlikom što smo možda mi malo više kontrolisali igru i imali možda zrelije šanse za gol. Annyi különbséggel, hogy mi lehet, hogy kicsit jobban tudtuk kontrollálni a játékot, és kicsit érettebb lehetőségeink voltak. Tako da mislim da možemo da budemo zadovoljni i mi, i moj kolega, i bivši kapitán ekipe Lipcsei. Úgy gondolja, hogy mindkét csapat, ő is, és a Lipcsei, mint volt kapitánya, is elégedettek lehetnek ezzel az eredménnyel. Tako da pogotovo na današnji dan, na Uskrs. Főleg a mai napon, húsvét napján. Mislim da smo dobro odigrali i oni, i mi, i uzeli po jeden bod. Úgy gondolja, hogy mind a két csapat jó mérkőzés játszott, és egy-egy pontot szerezték. Peti, sokáig úgy tűnt, hogy egy gólos mérkőzés lesz, aztán a végén sajnos kiegyenített az ellenfél. Mennyire tartod reálisnak a végeredményt? Hát abszolút reális. Nyilván ez egy x-es mérkőzés volt, tehát az elején is láttam, hogy mind a kettő csapat tapogatózik, nagy helyzetek nem voltak. Úgy én azt kértem a játékosoktól, az első negyed órát azért mindenképp nyomjuk meg, az szerintem rendben volt. Utána egy picit visszábestünk, de viszont ahogy mondtam, hogy x-es mérkőzés volt, viszont hogyha vezetsz 1-0, akkor már nem szabad én azt gondolom gólt kapni, tehát akkor már le kell hozni győzelemre és egy gólra a mérkőzést. Így sikerült, nyilván próbálkoztunk a második félidőbe, de mondom még egyszer, hogy reális az x.